Az első negyed év pénzügyi eredményeit elemezték a parlamentben a kormány órája keretében, amelyen Viorel Stefan pénzügyminiszter volt a meghívott. Ugyanazokból a számokból kiindulva a kormánypárti képviselők sikerről, az ellenzék pénzügyi katasztrófáról beszélt. Hosszasan sorolta az általa vezetett minisztérium megvalósításait a parlament pulpitusán Viorel Stefan pénzügyminiszter. Úgy vélte, a kormányprogramba foglalt minden célkitűzés nem csupán megvalósítható, hanem az eddigi eredmények ezt alá is támasztják. A rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják, hogy bizakodóak lehetünk abban, hogy a kormányprogramba foglalt intézkedések gyakorlatba ültetésének hatása az lesz, amit az emberek várnak. Magasabb jövedelmek, több munkahely és magas gazdasági növekedés. Ami a konszolidált állami költségvetés megvalósítását illeti, az első két hónapban 327 millió 100 ezer lejes többlettel zártunk. Az ellenzéki honatyák azonban homlokegyenest ellenkező következtetést vontak le az első két hónap pénzügyi adataiból. Úgy vélték, katasztrofális az adók begyűjtésének a megvalósítása, a kormány megvetéssel kezeli a helyi önkormányzatokat, és beruházások helyett választási alamizsnát osztogat. A Nemzeti Liberális Párt meghallgatta a pénzügyminiszter érvelését és követeli a lemondását a következő okok miatt. 1. Mert levágta a beruházásokat az első negyed évben. 2. Mert nem tudja tartani a költségvetési hiányra tett vállalásokat, ahogy normális lenne az európai keretekben működő Románia számára. A költségvetési hiány kapcsán a politikailag független gazdasági elemzők többször aggodalmukat fejezték ki, amiatt, hogy a fizetések meggondolatlan növelése és az adóteher csökkentése miatt Románia nem fog tudni megfelelni annak a vállalásának, hogy évi 3% alatt tartja a deficitet.